számomra is az a legfontosabb, hogyha itthon vagyok, akkor fejlődjek, és pluszt adjon ez a karrieremhez, és akkor én is cserébe pluszt tudok adni a válogatottnak. Annyival eltudott, hogy jelen pillanatban Dárdai Pál szövetségi kapitány átvette átmenetileg a válogatottat. A döntésemet, illetve azt, amit kinyilatkoztam, a mai napig tartom. Többszörös beszélgetés után döntöttem úgy, hogy segíteni szeretnék a válogatottnak addig, amíg Dárdai Pál irányítás alatt van, hiszen szerintem minden magyar labdarúgónak egy hatalmas megtiszteltetés egy ilyen szövetségi kapitány keze alatt dolgozni. Magyar játékosként, amit a Bundesligában elért, az mindenképpen egy olyan nagy dolog, amit az utóbbi években szerintem nagyon kevesen tudtak elérni, és mindenképpen minden labdarúgónak nagyon sok tanácsot adhat, illetve az a szervezettség, az a profi mentalitás, ami ezt a két napot, vagy ezt a két edzést jellemzi, az ég és föld az elmúltakhoz képest. És hát szerintem a labdarúgóknak, vagyis jelenleg igazából magamból kiindulva, bármelyik profi klubban szerepeltem és karrierem során mindig az volt a legfontosabb, hogy napról napra úgy végezem a munkámat, hogy az a szervezettség, illetve az a mentalitás meglegyen, ami elősegíti a karrieremet, és a kinevezésekor is maximálisan tudtam, hogy ez biztos, hogy így lesz nála, és ezért is döntöttem igazából így, hiszen úgy érzem, hogy sokat adhat még a karrieremhez, sokat tanulhatok tőle, illetve tényleg nem úgy megyek vissza a válogatott után, majd hogyha lezelik ez a másfél hét, hogy azt mondjam, hogy esetleg hátrányba kerültem a többiekhez, illetve azokhoz, akik másfél héten keresztül profi körülményeket között tudott készülni, én pedig nem az aktuális körülmények. Amikor megláttam a bőkeretet, akkor rossz érzés volt bennem, de mindenféleképpen azon voltam, hogy újabb gólok a Vizsgai csak az, hogy helyen van itt, és úgy voltam vele, hogy még keményebben fogok dolgozni azért, hogy megkaphassam a novemberi meghívót. Hála Istennek a szűkeretben már bekerültem, úgyhogy ennek nagyon örültem, és örülök annak, hogy minden percet, vagy minden napot itt élvezem, és örülök annak, hogy itt vagyok. Jelen pillanatban erre a négy meccsre döntöttem el, hogy mindenképpen segíteni szeretnék a válogatottnak, illetve ha hívnak, akkor segíteni is fogok. Nagyon pozitív beszélgetéseink voltak Dárdai Pállal, és azután, hogy mi lesz, arról szerintem egyelőre én nem tudok információval szolgálni. A sajnálatos igazából azt tényleg, hogy volt egy jó pár hónapunk arra, hogy felkészüljünk erre a selejtező sorozatra, és az első tét meccs után ugye következett ez a változás. Most van kb. 5 vagy 6 napunk arra, hogy felkészüljünk egy Románia elleni derbire, ami valószínűleg elég kevés nap ahhoz képest, hogy hónapjaink voltak. De ahogy mondtam, tényleg ez a két edzés is ég is föld, mert egy olyan szervezettség, illetve olyan profi mentalitás, egy olyan iram van az edzéseken, ami elengedhetetlen egy profi labdarúgásban, vagy bármilyen sportban. Északírek elleni meccs az egy picit más volt. Én úgy gondolom, hogy most olyan pillanathoz jöttünk, amikor mindenféleképpen nem kifogásokat szeretnénk keresni. Most ezzel dolgot tudnék mondani, hogy miért nem ment úgy a játék, ahogy kellett, de akkor most úgy lett volna, hogy mintha alibit keresek, azt még nem akarok. Vállalom a felelősséget, nem játszottam az életem meccsemet, de bízok saját magamba, és egyszerűen túl kell lépni. Nem ezt vártam magamtól, még a csapattól is, de még egyszer mondom, Romániából jobb szereplésbe bízok. Azután, mint azt mondtam a Dárdai Pászorvacsi kapitánynak, hogy igen, és szeretnék jönni, és szeretnék segíteni a csapatnak, én onnantól kezdve határoztam, hogy maximálisan erre a négy meccsre koncentrálok, és erre a felkészülésre koncentrálok. Úgy megyek ki minden nap edzésre, hogy tényleg azt csinálom, amit elkért tőlünk és elvárt tőlünk, segítem a társakat, próbálok példát mutatni. Arról nem szeretnék beszélni, hogy mi lesz majd, kit ígérnek, ki lesz a szövetségi kapitány számomra, és az a legfontosabb, hogyha itthon vagyok, akkor fejlődjek, és pluszt adjon ez a karrieremhez, és akkor én is cserébe pluszt tudok adni a válogatottnak.
Azt mindenképpen várhatjuk, hogy egy sokkal szervezettebb válogatott, ez nem egy alibi szó, hogy szervezettebb, hanem egy olyan kezdő 11, aki játszani fog Románia ellen, hogy látni lehet majd ezt a párnapos munkát, azt a fajta labdaelleni szerkezetet, illetve védekezést, illetve abból átmenő támadást. Tehát én tényleg azt tudom mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy több szervezettség lesz benne, mindenki tudja, hogy 5 nap alatt nem lesznek Messik és Ronaldók a csapatban, nem leszünk világverő csapat, de mindenképpen egy szervezett csapat.